A Magyar Vidéki Múzeumok Szövetsége minden évben vagy fél évente mindig máshol gyűlik össze. Ezúttal Szekszárd városára esett a választás. Felmerült a kérdés, miért fontos az ország múzeumai közötti kommunikáció. Alapjában azért fontos ez a múzeumi szövetség, mert Magyarországon a kisebb és vidéki múzeumoknak nincsen olyan szervezete, ami összefogná őket. Nekünk 90 tagunk van, természetesen jóval több múzeum van, mégis nagyon fontos, hogy a megyei hatókörű városi múzeumoktól elindulva egészen a kiállító helyekig legyen valahol egy olyan fórum, ahol egymással tudunk beszélgetni, és azokat a problémákat, amik felmerülnek, főleg így a Covid kapcsán, vagy a közalkalmazott és az MT átalakulás kapcsán meg tudjunk beszélni, tapasztalatainkat ki tudjuk cserélni. Azt hiszem, hogy a múzeumi világnak ezt a fajta sokszínűségét tényleg egyetlen más szervezet se tudja úgy összefogni és bemutatni, mint ahogy mi ezt bemutatjuk, és ha most éppen tisztító ülésről van itt szó Szekszárdon, úgyhogy ez nagyon fontos ez a mai találkozó, úgyhogy remélem, hogy a következő elnökség is erre nagyon nagy hangsúlyt fog fektetni, hogy ez a fajta sokszínűsége megmaradjon ennek a szövetségnek. Ez a legnagyobb taglétszámú múzeumi érdekvédelmi szervezet Magyarországon. Elsősorban az egykori megyei múzeumok, illetve a belőlük kivált tagintézmények, városi múzeumok, kisebb kiállítóhelyek a tagjai. Magyarországról több mint 60 tagja van, illetve határon túlról még 30 néhány, tehát egész Kárpát-medence szerte, akik tagjai. Most Magyarországról jöttek 60 háromból, ha jól emlékszem, 41-2 jelezte a részvételi szándékát. Ez azért fontos, hogy azért több mint 50% eljöjjön és határozott képes legyen a közgyűlés. Mert hogy egy új elnökség is megválasztásra került, ami azért is olyan fontos, mert ez az elnöki bizottság választja ki önmagából az új elnököt. És ami nagyon fontos ennél a szövetségnél, hogy jól lehet 5 évig ülünk mi össze, vagy ültünk mi is össze, de minden évben új elnököt választunk. Ez egyfajta demokráciának a követése is, mert azért 5 év alatt természetesen sok mindent ki lehet alakítani egy elnöknek, de fontos az, hogy mindig változzon az elnök az elnökségen belül, és hogy mindenki szóhoz tudjon jutni. Ezen túl természetesen a felügyelőbizottság és egyéb más kisebb tisztségek is meg lesznek ma választva, de azt hiszem, hogy az elnöksége a legfontosabb. Most mi egy beugró vendég szerepében vagyunk, mert eredetileg Erdélyben, Székelyföldön lett volna az ezévi találkozó, de hát ott még a magyarországinál is bizonyos szempontból nehezebb a helyzet, úgyhogy ide kellett viszonylag gyors szervezéssel, vagy hát körbe kérdeztek, és akkor mi ezt a feladatot vállaltuk. Fölmerült az is, hogy online kerül megrendezésre ez a rendezvény, de mivel tisztújításról van szó, tehát új elnökség, illetve új elnök kerül megválasztásra, ezért az alapszabály nem tette lehetővé az internetes szavazást, úgyhogy most itt ez lesz itt napirenden a mai délután. Teljesen világossá vált, hogy a múzeumoknak is a Covid-járvány a legfontosabb problémája 2020-ban. Alapjában véve a múzeumok nagyon nagy lendülettel indultak el az év elején. Több olyan kiállítás is volt, amit utaztatni szerettünk volna Magyarországon a Vidéki Múzeumok Szövetségén belül. Sajnos ugye ez március közepétől nem valósulhatott meg. Ami érdekes egyébként, hogy márciusi lockdown után nagyon visszaesett a látogatók száma, de mégis a nyár folyamán az itt Magyarországon eltöltő, szabadságát töltő családok látogatták múzeumunkat, vagy akár külföldről is többen érkeztek. Úgyhogy nagyon sok múzeum, hála jó Istennek, ez egyébként más, mint az országos múzeumoknál, igenis a látogató számát tudta hozni júliusban és augusztusban. Természetesen most megint egy kicsit visszaesett ez a látogató szám, és főleg számunkra a nagyon fontos múzeumpedagógiai programok is most nem működhetnek, mert egész egyszerűen a gyerekek nem jöhetnek ilyen nagyobb közösségekbe. De ez is egy nagyon nagy feladat, hogy hogyan oldjuk meg mindezt, hogy hogyan gondoljuk át a mi létünket, és hogyan tudunk online terekben megjelenni. És ez az online megjelenés nem csak a szokásos YouTube, TikTok és az egyéb megjelenések legyenek, hanem ténylegesen hogyan tudjuk oda csalogatni a látogatókat. És azt hiszem, hogy természetesen Covid egy borzalmas esemény egész Európában, vagy az egész világon, de mégis ez az egy pozitívum van, hogy elkezdünk másképpen gondolkodni. És ez a helyzet rákényszerített minket arra, hogy másképpen gondolkodjunk, úgyhogy az következő elnökségnek ez egy nagyon nagy feladata lesz, hogy ez a munka ne álljon meg, hanem folytatódjék. A múzeumok finanszírozása is változóban van. Az utóbbi időszak megmutatta, hogy pusztán állami és önkormányzati fenntartásból nem működhethetőek jól az intézmények.
Tehát minden múzeumnak át kell gondolni azt, hogy melyek azok a bevételi forrásai, amivel tudja növelni, és érdekesebbé tudja tenni akár a kiállításait is. Természetesen a fenntartó és a minisztériumi finanszírozás nélkül nem nagyon tud létezni egy múzeum, de a hozzá pluszan adott bevételeket, akár a régészet, ugye ez is azért még egy nagyon fontos bevétele azoknak a múzeumoknak, ahol van régészet, de emellett a múzeumpedagógia jelent meg nagyon sok helyen, mint egy fontos bevételi forrás, egész egyszerűen a gyerekeknek tehát a gyerekeken keresztül való megfogás akár a szülőknek is, vagy a családtagoknak, tehát nagyon sok múzeumi vezető tényleg erre appellál, hogy aztán elhozzák a gyerekek a családtagjaikat is. Az a korosztály, ami nehezebben megfogható számunkra, nagyon sokszor külföldre mennek, tehát ez a 18-19 évestől 35 évesig. Azt hiszem, hogy ez az az új terület, ahol más elemekkel kell megfogni, mert ők nem azok a klasszikus, a nagymamával eljövök és megnézem a kiállítást, felolvassák nekem, elmagyarázzák a szülőkkel, családi programokra jönnek, hanem ez a korosztály az, ahol más dolgokat kell nyújtani a fiataloknak. És azt hiszem, hogy pont ez a réteg az, amely hajlandó is kiadni akár pénzt is arra, hogy jól érezze magát egy múzeumban. Ez legyen akár egy borkostolóval összekötve, vagy bármivel, tehát egy másfajta, vagy akár egy színi előadással a műtárgyak előtt. Nagyon sok olyan lehetőség van, akár a magyarországi országos múzeumokból példát hozva, itt gondolok a galériára, vagy a Szépművészeti Múzeumba, vagy akár külföldről, amivel meg tudjuk mozgatni ezt a korosztályt is. Azt hiszem, az a legnagyobb probléma, hogy ez a korosztály nem is tudja pontosan, hogy milyen lehetőségek vannak akár a vidéki múzeumoknak a falai között is, ami őket is érdekelni, és emiatt elmegy külföldre, de ugyanígy itthon is megkaphatná mindezt. Volt egy apropója, ami miatt mi eleve erre az évre jelentkeztünk. 125 éve alapították a múzeumunkat, úgyhogy ez egy kerek évforduló 1895-ben. Nyilván nem ilyen évfordulót terveztünk, meg hát senki nem így tervezte ezt az évet, de ettől függetlenül nagyon nagy öröm és megtiszteltetés, hogy egy ilyen reprezentatív országos szervezet eljött hozzánk, és hát köszönet a kormányhivatalnak is, hogy itt a Megyeháza dísztermét rendelkezésünkre bocsátotta.